Számunkra nagyon-nagyon kedves ez a zene, Rachmaninovnak ez a műve, már önmagában csak zeneként is. És hát ugye beszélgettünk már itt a hitről is, és számomra a hit az mélységek és magasságok megélése, és ez a zene rendkívüli módon tudja ábrázolni önmagában is ezt a csodálatos világot, amelyben élünk. És így, hogy a Norbi is velünk együttműködött, nagyon örülök neki, mivel hogy így a mondani való sokkal jobban felerősödik. Tehát a zene és a vizualitás kölcsönösen felerősítik egymást, azt gondolom. Ahogy Eszter is mondta, ez a darab, ez nagyon a szívünk csücske. Tehát, hogy nagyon régen találkoztunk, vagy fedeztük föl ezt a darabot, és rögtön az első pillanattól kezdve nagyon megszerettük. Mert nagyon magunkénak éreztük, mert hogy tényleg, tehát ez nem programzene, hanem a tételeknek a címei, barkarolla, szkercó, románc, tehát ahogy ez el is hangzott már. Úgyhogy igazából szerintem mindenki meg tudja találni azt, hogy neki mit mond ez a zene. Nekünk így nagyon az élet, ahogy tényleg mélység, magasság, bánat, szomorúság, de a vidámság is ugyanúgy ott van ebben. Úgy találva, hogy ez a zene volt meg, ugye a Rachmaninovnak ez a 6 tétele, és utána néztem, hogy mikről szól a zene, így már adta is magát igazából, hogy gyakorlatilag illusztrálnom kell azt, amit a lányok játszanak, és az improvizáció annyi benne, hogy bár tudtam ugye, hogy mik a témák, de nem volt előre pontosan minden lépés megtervezve, annyi volt a fontos, hogy a zenére jól jöjjön a ritmus. Szinte minden animációban megjelennek az emberi arcok, szemek, kezek. Úgy gondolom, hogy ezek a legkifejezőbb emberi jellemvonásnak a visszatükröződései, úgyhogy élőben is azt szoktam figyelni, ugye, hát, hogy ki hogyan néz ki, hogyan gesztikulál, milyen a tartása, milyen a kisugárzása, és ezek valahogy önkéntelenül is megjelennek a képeimen. Úgy érzem, hogy az alszakra hangulatához leginkább úgy tudom társítani Istennek a szerepét, hogy megteremtette a zenét, megteremtett minket, megteremtette a vizualitást, és mi meg megteremtettük az estében ennek a hármasságát, hogy össze egymás mellé rendeltük, és bízok benne, hogy ez mindenki számára nagy élmény volt.